Nagyon jó. Amúgy sziasztok! Hello! Na, srácok! Kezdődik a Kiltunk-e az erdőből vlog. Ugye múltkor elvesztünk, igen, emlékszem? Igen, eléggé elvesztünk. Aztán. Azóta is egy éve elvesztünk. Mert már közel egy éves a videó, úgyhogy azt mondom nektek, hogy vágjunk bele. Úgyhogy menjünk! Kacok. Most érünk az első pihenőhelyre. Már Tomival, jaj, izgatottak vagyunk, csak összevisszni az út. Ott a pihenőhely, úgyhogy picit megpihenünk, lehet lesz egy kajálós pontás, majd kiderül, nem tudom. Aztán majd jelentkezünk.
Szépen lassan ilyen. Továbbáljuk. Skacok, benne vagytok? Hozd el őket is. Hozd őket is. Jönnek velünk. Tényleg, srácok, a legfontosabb volt, kihetek, gyere, látom, hogy na. Te is jöhetsz, Bence. Ezt nézzétek! Ó, hát igen. Találtunk... Megyet, sőt. Találtunk tadá, egy tavajló megmaradt szemvicset. Figyeljetek, mi van benne. A világ legjobb szemvicse. Ó, hát halljátok. 100%-ig szénhidrát. Ilyet még a boltba se kaptam. Ezt elrakom, és majd a legközelebb jövünk meg. Jó, máskacok, majd jövünk még. What are you doing in my swamp? Srácok, mi konkrétan mindenféle kaját is megtalálunk. Mutasd, mit találtunk. Az erdő ajándéka. Friss teszkós krumpli megsütve. Eldobod? Ó, figyeld. Na, mit találják el? Nem tudom. Amit akarsz? Azt a távlát ott. Ott. Strike! És még rongálok is, de jó. Ennyi. Srácok, el sem hiszem, de ott a vége! Nem, viccelünk, fordulunk vissza. Na srácok, először is szeretnék elnézést kérni a tartalmakért, hogy csúsztak. Hát igazából nagyon nincs mostanában idő. De mire ezt a videót látjátok, az előzőek már fölmennek, ugye? Igen. A téli részek kicsit. Télen nagyon sok volt, amit beterveztünk, konkrétan olyan is volt, ami karácsony estén akartunk feltenni. Igen, csak nem sikerült. Igen. Az a baj, hogy annyira úgymond a videó hosszúsága annyi, és így egy az, hogy ugye egy normál vágásnál át kell nézni a tartalmat, ugye. Én mostában már elkezdtem az effektelést is, de ezt néhány videómon látszik is. És emiatt így kicsit sok videó. Mikor ez a videó kimegy, már föl lesznek töltött, de most jelenleg 7, srácok, 7 várandó videóprojektem van jelenleg, amit egy az, hogy át kéne nézni, milyen effekteket tenni vele, meg is vágni, és akkor jó, a feltöltési idő az nem sok, de akkor is azért meghaladja a nyát. És erre még jönne ugye az is, hogy még rengeteg sok ötletünk van, amit a jövőben szeretnénk létrehozni. Amiről most nem spoilerezem. Egyelőre még nem kell. Van egy titkos projekt is, egyik videóban már említettem, de nem fejtem ki részletesen. Azt majd meg fogjátok tudni időben, de az is azért csúszik, mert azt hiszem azt 24-ben akartam kiadni, hát nem valószínű, hogy addigra elkészül. De tényleg egy olyan projekt, amihez idő kell, de tényleg sok. Tényleg sok idő kell hozzá. Hát én is próbálok igyekezni, egy tartalmat is próbálunk fölvenni, igyekezni. Ráadásul ugye beleszól az is, hogy nem mindig érünk rá. Igen. Nehéz összehozni. Tehát nálam meg fogjátok nézni, fogok csinálni egy olyat, hogy milyen, hogy áll egy napom, és akkor jobban meg fogjátok kérdeni, hogy mostanában miért nincs annyi időm a videózásra. Egyszerűen tényleg annyi minden történt, hogy alig van rá időm. Valószínűleg nyáron több tartalom lesz, már hogyha nem lesz meló, mert majd az is lesz nyilván. Meg nyilván akarok majd pénzt fordítani egy kis, legalább egy kicsit a videózásra is. Vannak olyan ötleteink is, amiben kell egy kis pénzt belerakni, de ugyanúgy tervezünk több túrát is majd. Persze, hogyha ez mindenképpen. Reméljük összejön, challenge videók, stb. Nem tudom, így hirtelen most így még mit mondhatnék. Neked valami? Hát figyelj, mellettad állok. Hogyha van valami, mondom, amiben segítetek, akkor persze. Meg egyébként
Tomi is mondta nekem, meg mások is mondták, hogy miért nem úgy csinálom, hogy átadom másnak a munkát. Kacok, szeretem saját magam kiadni a kezemből a munkát, tehát hogy saját által. Tehát tényleg az, az sokkal jobb érzés, ha saját magad vágod meg. Alapból is most, hogy már konkrétan 300 felett vagyunk, én ezt nagyon-nagyon köszönöm. Tehát, hogy az, hogy megnézitek az Egri vlogot, és konkrétan mennyien írtátok kommentben, hogy legyen még ilyen vlog, hát nagyon jó is. Hát, úgyhogy biztos, hogy betervezem még. Biztos, hogy fog készülni még olyan videó is. Igyekszek vágni, csak neki eselkedni, az esik nehezemre, de ezt mondtam is Tominak. Hát, van olyan időbeosztásod, amikor van egy olyan nap, amikor fixen tudsz, akkor azt megpróbálod letartani, hogy azt tudsz csinálni, és akkor este felé gászolsz egy fél órát, az már mindig jobb, mint hogyha egyszer nekiülsz, aztán 4-5 órán keresztül folyamatosan. Igen, azért... Mert bele tudsz fáradni ebből is. Igen, bele lehet fáradni, egyszer próbáljátok ki, felvesztek 8 óra anyagot. Most nem muszáj, hogy egybe, mert nem kell egybe. Felvesztek egy órát, ebből pihentek, felvesztek még egy órát valamiből, vagy így egy vlog videót összetenni. És akkor nem is az, hogy csak össze kell tenned a videót, hanem például ugye, hogy milyen zenét teszel alá, olyat, hogy a YouTube ne tiltja le. Próbálni erre arra koncentrálni, hogy jó legyen effektezni is egy kis bónuszként, mert egyébként az is jó szokott jönni permutatni egy videóba, főleg egy vlogba. Meg ugye próbálunk mi túra alatt összeszedni mindenféle challenge-et. Hát persze, nem lehet. Hogy vicces legyen. Mint ahogy ebben a videóban is láthatjátok, remélhetően. Hogy látni fogjátok. Igen. Mert lesz. És srácok, egyes, hogy az operatőrünk is, Bence is valószínűleg szeretelni fog már a következő tartalomban, mert megjött neki is hozzá a kedve. És vagy gameplayben, de vlogban biztos, tehát látjátok már most is szerepelt, és nagyon örült is. Egyébként örülünk is neki, hogy csatlakozik, mert minél több annál jobb. Sőt, igazából ő nélkül nagyon nem is lehetne megvalósítani ezt a túrát. Igen, ő az, aki elvezet minket. Igen, ő a szervező, tehát neki köszönhetek, hogy van vlog videó, így erdős. Ja, egy párszor szoktam erdőbe járni. És streamerésre gondoltam, hogy arról csak annyit igazából szkacok, hogy családi okok miatt nincs stream. Ezt úgy értsétek, hogy nem spoilerezek annyira, de nem olyanok a körülmények, mint eddig, ezért nem nagyon megoldható a stream. Annyit elgoztok veletek, kollégiumos vagyok, most, jelenleg. Azért nehezebb mennek a videózás, nyilván szobatás miatt nem fogom. Én pedig egyébként őt is akarom videóba szerepeltetni majd, mert ő például nagyon nagy Among Us-os. Én is szeretem, a kacok is szeretik. Egyébként nagyon rég volt már, egyébként én is benne. Megsukom, én is szeretem az Among Us-t. Bence is szeretik. Rég volt már egyébként, csak most már nagyon nehezen hozható össze a csapat, meg mindenfelől is, úgyhogy igyekszünk, csak ugye ki kell alakítani tényleg a megfelelő társaságokat, csapatokat, meg nyilván nem mindenki ér rá az a baj, akkor, amikor az ember kigondolja, tehát most például én kigondolom egy szombati napon délután 4-kor, hogy na, stacok, akkor ma Among Us. Megbeszéljük pénteken, hogy akkor szombatra mindenki legyen, és akkor az általában úgy szokott zajlani, hogy 10 emberből 8 lemondja. Tehát, hogy mert éppen nem jó neki, családdal van. Igen, filmet nézni kell, meg stb. Ilyenek. Tehát, hogy mindig kíván találva van valami. Úgyhogy... Hát ez úgy lenne jó, hogyha mindenkivel meg lehetne beszélni, hogy így naptári napon összegyűlünk, és akkor igen. Fix dátum, és akkor senki nem mondhatja azt, hogy egyszer már beleegyezett, hogy bocs, nem jó. Most, hogyha nagyon közben jön valami. És egyébként ebben a titkos projektről még annyi, hogy valószínűleg Mence is fog benne szerepelni. Elvállalta, nem spoilerezünk, hogy micsoda, én is a spoilereztem még videókból, hogy micsoda. Nem véletlenül titkos, hogy annyit fogok, hogy örülni fogtok neki. A fanfestes videót, az Egri fanfestes, meg azóta is köszönöm, elképesztőek vagytok az 46 000 nekem jelenleg még, az nagyon sokat jelent.
úgyhogy lesz még vlog videó, meg majd későbbiekben lesz majd kamera is, de nem ígérek semmit, mert ugye az ígéret akkor jó, hogyha betartják, szóval amíg nem tudom garantáltan mondani, addig nem. De összességében a lényeget elmondtam. Tomit, ha még valamit? Hát, hogyha ennyibe be tudjuk fejezni, akkor igazából nem. Igazából skacok, már csak az itt a kérdés. Kijutunk, vagy nem jutunk? Igen. Már azt hiszem, hogy tudjuk a kiutat. Szóval skacok, a következő részben majd kiderül, hogy kijutunk-e az erdőből. Na, sziasztok! Na srácok, official, megvan a csatorna. Viktor már sem erre. Látjátok, hogy jönnek majd a nagyon jó kis reakció videók, toxik tartalmak. Úgyhogy majd jelentkezem.